kiállítás teszi az embert. Gondoljátok el, miért írtam volna meg a zeneszerző a sokatik, de ugyanolyan szerelmi történetet, hanem azért, hogy egy másik zenei költözbe öltöztesse a nagy szerelmet, a reménytelenséget, a vágyakozást, a kisemmizettséget, stb. Igenis rettenetesen fontos. Pont azért állunk itt, mert végre egy új ruhát kapott ez a produkció. Rettenetesen fontos az, hogy higgyünk abban, hogy a jelmezünk és a díszletünk az kulcsfontosságú. Mi magunk abban vagyunk a legfontosabb, ebben egyetértünk. Aki bohém tógában, az ebben a modern szempontból is bohém kell legyen. A két belső lényeg az egymástól nem különbözhet. Fenegyerekek mindig voltak és lesznek, de hát pont annak a budapesti mai jelentősége, hogy ezt most egy olyan ruházatban és környezetben lehet megtenni, amelyik nem elidegeníti a darabot és nem teszi tőlünk messzi világokba, akár csak az elmúlt századfordulóra vagy a még régebbi időszakra, a Puccini elé akár, mégsem. Hanem itt közöttük játszódik. Ez olyan kódokkal látja a darabot, amelyek könnyebben feltörhetők, mint távoli világok kódjai. Nagyon fontos. Azért van, hogy a színházban van a elképzelve, azért visszük jövőre majd operakalandba, diákok elé, akik sosem hallottak még olaszul zenét egyébként. Operakalandék még nagyon játszottunk, idén is az így lesz. Jövőre először a bohém élet lesz olaszul. Tehát számukra a feliratozás, az olasz nyelvű éneklés vadonatú lesz. Ehhez elengedhetetlen, hogy ilyen körülményeket teremtsünk. Tehát pontosan mit jelent annak ez a rendezése kellett hozzá. Évek óta ismerem ezt a darabot, vagy ezt a rendezést. Írtam is róla, bele is szerettem. Gyakorlatilag rögtön. Még ennek is írtam járakatatásomban, sose írtam volna, hogy egy autópálya oldaljáró mozgóbüféje tud olyan szép lenni egyébként, mint mondjuk akár a mi réginek mondott 37-es kiállítású bohém életünknek a harmadik felvonás díszlete. De nem az esztétikai szépségnek a megszokott értelmében, hanem ebben a darabot ugyanolyan szívszorítóan el lehet játszani, csak még jobban értjük, mint egyfajta mesevilágos, ábrándos, hóesett világban. Tehát nagyon, szeretnék nagyon összehúzni azt, amit nyilván kifacsalva próbák után fiatal emberek nem pont így fogalmaztak meg. A csapatban létezés nagyon fontos, de az is fontos, hogy most milyen költös van rajtuk. Ha nem hinnék abban, hogy a jelmez, a díszlet, a rendezői koncepció érvényes és kongeniális tud lenni egy remek darabbal együtt, akkor azt mondhatnánk, hogy rossz a fürdőköpenyben, adjuk elő a ringet, épp úgy foghatni, nem fogunk adni. Hát hogy hatna úgy? Ez színház, nem hanglemez, és nem valamiféle irodalmi színpad, ahol az emberek fölállnak, énekelnek, leülnek. Úgyhogy ha valami, akkor a bohém élet pontosan arról szól, és ez a csapatban létezés azt tételezi föl, hogy ennek megfelelő kulisszái vannak, és olyan szereposztást találtak valóban ehhez, amelyik ezt hitelesen tudja adni. Tehát, és még csak nem is pontosan életkor kérdése, mert nyilván itt most 10 évesekkel nem lehet megcsinálni ezt, ahogyan nem látott még a világ 15 éves pillanat, és azt sem, meg sorolhatnám azokat a szerepeket, amelyeket nem lehet kiosztani a szerző, akár partitól a bejegyzés alapján sem, de a lelkületük olyan ezeknek az énekeseknek, a művészetnek körülöttem, akik erre képesek, és bandában létezve fogják majd lerohanni a közönséget. És még csak, talán csak annyit, hogy szerintem nem érezzük elég a jelentőséget annak, hogy milyen, amikor egy hagyományt megtörnek. De nem úgy, hogy a gerincét törik meg, csak a hegemóniáját. A gerince érintetlen marad a 37-es bohém életnek, odaállt az operaházban, jövő decemberben is még nem látják a műsort, de nyilván már csak 3 hét van addig, hogy kiderül, megy majd továbbra is, mert ahhoz az emlékhez nem akarunk nyúlni, azt nem akarjuk eltörni, meg elkeverni se a lakásban. De a hegemóniát meg kell törni. Hát ez valami egy remek mű, ezt nem szabad betenni egy üvegvitrínbe és csodálni, és időként a port takarítani róla. Itt volt az ideje, nagyon itt volt az ideje, hogy ezt új formában hozzuk ki, és nagyon kérem az önök segítségét abban, hogy segítsék megértetni a kellően konzervatív operai közönsége, hogy ez nem valamiféle gyalázat, ami történik, és vigyék el a hírét annak a fiatalabbakhoz, hogy az ő számukra készülnek itt produkciók. A darab az nem, ezt megérte régen a szerzője, a produkció maga nekik készül, a mindenkori jelennek
nem lehetne módnak alkotni, teljesen értelmetre. Meghalt emberek ízlését találgatni, és a jelenet utmáni értelmetlen volna. Úgyhogy ennyit akartam mondani. Köszönöm. Nem vagyok sem érges, sem ilyen, csak most megint átéreztem azt, hogy tehát idegenkedni nem szabad attól, ami történik. Egy nagyon régóta érlelődő váltásról van szó, még nekünk sem az első évünkben, nem is a másodikban, nem is a harmadikban, sőt nem is a negyedikben, csak a ötödikben, de ennek el kellett egyszer következnie, és én büszke vagyok arra, hogy Damiano Micheletto rendezése hozta ezt a váltást. Hát, ha kész szóltak, akkor kapjuk. Én megszámolom. Természetesen nem. Beszélünk itt a fiatalság és hogy bohémek és mindenki fiatal, de hadd említsem meg Harnagy urat, Kovács Jánost, aki azért itt a rutint képviseli, köszönöm, nem lebecsülve itt senkinek a rutinját, csak hogy azért nagy szerencsénk van tényleg, hogy zeneileg egy feltetetlen ember áll velünk szembe, akitől a szakma csinyát eltanulhatjuk, úgyhogy gondolom, hogy megemlíteném még azért az önöve is hangozni. Milyen jó dramaturgiai érzéke van a művész úrnak, mert én akartam elmondani most, hogy este hívott Karnagy úr egyébként telefonon, hogy sajnos most Mosányi Viktor művész úrnak a temetésén ő mond beszélt, ezért nem tudott most itt beállni ebbe a sorba, de valóban nagyon fontos, hogy én nagyon nagy tapasztalatú zenei szakember áll az élén ennek a darabnak a zenei felkészítése mögött. Ez hát egy milyen szép mondat volt. Szombaton azt hiszem hárman is, most négyesből színpadon álltak a Shakespeare estéjén, amikor nálunk járt Domingo művész úr. Már elkészült az összegzés, úgyhogy főigazgató úr szerintem egy kis kompakt beszéddel fog szolgálni arról, hogy a Shakespeare estének mi a végső konklúziója. Hát igen, szóval a kis András hátát még nem tudom, én három napja még Domingo lapogatta, amikor annyira tudtam, hogy el fog késni, tehát időben szóltunk, hogy mikor kell hátraállni, hogy a generálpauzában el tudja tolni ezt a kőtömböt, amit András jelent. Nagyon korán beállt hát a férfi karhozott, rögtette őket, láttam a őz mozontját, hogy ott ilog, és körülötte így hullámzik a férfi kara feje. Addig nem korán beállt, hogy a végén csak lekésett arról. Na mindegy, azért jó utat tudt inkább állni a dal végére szerintem. Valóban, hát aki ott volt, az látta, aki nem volt ott, az holnap után este a tévében megnézheti. Mint azt, hogy maradt belőle, mert szegény Orsi számát azt lehet, hogy kioperálja belőle, mert a West Side Story az valamiért meghaladja a közmédia jogdíj fizetési lehetőségeit, de legalább a traviát nem mondta és látható a szám. Viszont a teljes műsor egyébként meg elhangzik, és hát az nagy élmény volt megélni. Most a számokkal lehet, hogy nem is mutatnám a újságíró kollégákat, minden van írva, de szerintem én úgy gondolom, hogy ez a forma bevált, tehát nem kell nekünk az egész operázat szétrombolni és egy hatalmas tánctér alakítani, és valamiféle nagyestélyi, felvonultató táncrendezvényt csinálni, egy hétre megállítva a színház rendes működését különben, ami szintén probléma, hogy kiesnek előadások. Aki akar táncolni, az vegye ki a Vigadót, bérje fel a Bergeni zenekart és ropja rá. A mi operaházunknak szerintem azok a régi típusú bálok, vagy estélyek mondjuk így jobban állnak, amelyek közepén az opera lényege áll. Egy nagyon magasan kvalifikált műsor, egy gálaest, aminek van opera, meg van balett része is, van benne vendégsztár, de benne vannak a legtehetségesebb fiataljaink, és ilyet jövőre is szívesen rendeznék. Fókuszban van a megfelelő nagyságú sztár is hozzá, úgyhogy de még erről nem szabad beszélni. Az a lényege tehát ennek, hogy szerintem a színpadon az operaház együttese, szólistái igencsak helytálltak, nagyszerű volt, mindenkiből a legjobbat hozta ki ez a felfokozott pillanat, vagy este, és utána szerintem a mindig egy ilyenhez, hogy tehát volt egy jótékos árverés, aminek volt szemmel látható eredménye is, amit ő szolgált, hálás volt ezért, azután akinek sok pénze volt és olyan jegyet vett, az ehetett, akinek volt türelme, meg első bálhozó volt, az meg táncolhatott is. Úgyhogy szerintem mindenki jól járt, de amit ezzel a 75 éves művésszel kapcsolatban az ember látott, az meg egy lenyűgöző volt. És nem csak azért, mert hogy jó énekes, meg mondjuk a
megismételt Jordan Váriában, az is kiderült, hogy egyébként föl tudja még följebb magát tornázni, csak egy kicsit be kell melegedni a toroknak. Tehát nem csak ez adta az embernek a tiszteletet, meg a baritonáshoz szóló kis cég a Macbeth Ária esetetójában, amik nekem teljesen hitelesek voltak, hanem az is, hogy ennek a 75 éves úrnak a teherbírása és a kedvessége, vagy az emberekhez való hozzáállása az megtörhetetlen. Tehát, hogy valaki ennyi energiát tudjon fetszíteni, és ennyire élvezze magát az éneklést, arra kevésszer látok ilyen példát. Ő már nyilván megtehetné, hogy ezt lejjebb szedje, de ilyen ambícióval, amivel ő színpadon áll, ezt már értem, hogy miért nem vesz vissza a sörösségből. Úgyhogy, ha ez átjön este a képernyőkön, holnap és holnap után este, akkor még az is megvalósul, hogy tehát ez nem csak élőben levehető, hanem még a digitális jelek igen-nem bitjein is át sugároz a Domingo jelenség. Úgyhogy szerintem, aki ebben részt vett, az hasonlót érez, vagy még jobban, én egy kicsit hűvösen maradok akkor, de azért nagyon lelkesen. Úgyhogy örülök neki, hogy ez végül sikeresen lezajlott ez a Shakespeare-esték.